meg hajlik a víz. Jó, most már megy. Íme az egyik a számtalan kapás közül, az új vezetőséget választó Karcagi Nagykun Horgász Egyesület első versenyét rendezte a téglagyári tónál, amelyre 63 sporthorgász nevezett. Nagyon sokan voltak, és ahogy az eredményhirdetésen elhangzott, nagyon sok hal került kifogásra, hiszen az első helyezettek, a dobogósak közel 20-20 kilót fogtak fejenként, és ezzel sikerült megszerezniük az arany, ezüst, bronzérmet, de a mögöttük lévők is büszkélkedhettek azzal, hogy szinte mindenkinek görbült a bot. Ami látszik, hogy jó kezekben van a tó, hiszen a mennyiség is jelzi azt, hogy lehet fogni halat, lehet fogni finom halat, és ezt bátran mondom, hogy finom halat, hiszen halászlevet ebédelt a társaság az itt fogott halból, amely nagyon jól sikerült. Úgyhogy én ajánlom bátran mindenkinek, jöjjön, pihenjen itt a téglagyári tavaknál, használja ki a lehetőséget, a város közelségét, azt, hogy egy kicsit lehet kikapcsolódni, és ahogy a melléketábra is mutatja, lehet halat is fogni bőségesen. A görbülő horgászbot minden sporthorgász álma, ez jelzi ugyanis a sikeres kapást. Ez viszont csak az első lépés a halfogás sorában, hiszen a fickándozó hal szándéka ellentétes a horgászéval, míg előbbi ragaszkodik természetes élőhelyéhez, utóbbi éppenséggel onnan akarja kiemelni a zsákmányt. Főként ugye hát pontyot fogtak, ugye hát kukorica volt a főcsali, úszós módszerrel fogták nagy részét, hát ez a szokásos ilyen pontyos versenynek mondható. Más hal nem került most kifogásra, állítólag ment el egy-két amúr, szökött meg a horgászoktól, de hát ilyenkor ezen a versenyen ugye előtte telepítés van, és ilyenkor nagy részt azzal telepített pontyokat fogjuk ki. A Horgász Egyesületnek nem csak a horgászverseny szervezése, megrendezése a feladata. A vízfelület halászati hasznosítójaként kötelessége gondoskodni az időszaki haltelepítésekről, a tavak környezetének karbantartásáról. A közeli jövőben szivattyú áttelepítéssel frissíti fel a tóvizét, további fásításokat tervez a tavak körül, de a horgászhelyek megközelítésének könnyítése érdekében az utak állapotán is javítana. A környezettel van még tervünk, fásítás össze, meg fenntartani ezt a rendet, ami már úgy kezd kialakulóba lenni. Tehát ezek a legfontosabb terveink. Emellett még vannak apróbb dolgok, ilyen útjavítás, meg egyéb hasonló apró cseprő dolgok, de ami most nekünk a legfontosabb, az a szivattyú áttelepítése a víz probléma miatt. Egyébként most javuló félbe van a vízünk is, van a tóba bőven víz, vízcsere is folyik benne, április óta folyik ki fel a víz, tehát már most történt valamennyi jelentős vízcsere, úgyhogy egész jó alakul itt a víz probléma is, ami eddig volt, és jövőre ez szerintem meg is fog oldódni. Az egyre magasabb villanyszámlát pedig egy kiépítendő napelemrendszerrel csökkentené.